Szeptember 2-án pénteken délután 2 órától Dabason a Szent István út, Zentai út és Rákóczi út térségében este 7 óráig áramszünet volt. Televíziónkat többen is megkeresték az itt lakók közül, hogy hova forduljanak segítségért, mert akkor még nem tudták, hogy milyen hosszú ideig fog tartani az áramszünet, és féltek, hogy a mélyhűtőben tárolt élelmiszerek tönkre mennek. Televíziónk 5-én hétfőn telefonon felkereste az Elmű központját, hogy tájékoztatást kérjen arról, hova forduljanak segítségért a fogyasztók, ha áramszünet van. Azonban az ígért időpontig nem kaptunk választ. Televíziónk felajánlotta, hogy ha az előre várható áramszünetekről az Elmű és a többi áramszolgáltató cég időben ad tájékoztatást, azt a képújságban közzéteszi. Addig is azt javasoljuk, áramszünet esetén szíveskedjenek előkeresni a villanyszámlálójukat, amelyen megtalálható a hiba bejelentő telefonszám.